Halihó, ez most kicsit ilyen pánkadás lesz. Nem tudom, hogy jártatok-e már úgy, hogy bementek a boltba, nulla terv van arra, hogy mit is kéne enni, venni, főzni, de nem baj, mert minden jóra való impulzív vásárló, amit láttok, ami megtetszik, ami szembe jön veletek, lehet, hogy nincs rá szükségetek, de le van értékelve, ezt megveszitek, összegyűjtitek, és utána jön a baj. Ebből vajon mit kéne főzni? Én most pont egy ilyen helyzetbe kerültem, és összevásároltam mindenféle szírszart, olyanokat is, amiket egyébként soha nem szoktam se venni, se csinálni, ebből kellene valamit összehozni, és ráadásul, mivel mostanában kicsit a forgatások is zűrzavar módon zajlanak, ugyanis karanténból ki és karanténba be, az óvi az folyamatosan bezár, mindig haza kell hozni a törpéket, ezért nem akkor forgatok, amikor felkészültem és tudom, hogy mit akarok csinálni, hanem akkor forgatok, amikor van annyi időm, hogy csináljak egy videót. Ez most ez a helyzet, úgyhogy adott egy impulzív vásárlás, adott néhány alapanyag, és megpróbálunk összehozni belőle valamit, anélkül, hogy megizzadnánk, mert most ez az adás, azt akarom, hogy arról szóljon, hogy milyen az, amikor tényleg élvezzük, amit csinálunk, és tök mindegy, mi lesz belőle. Valamit főzünk, valami lesz a végén, megkóstoljuk, megesszük, ha ízlik, akkor jó, hanem akkor meg és. Mutatom, hogy mik az alapanyagok, és következik egy pici falusi ázsia. Shiitake gomba, újhagyma, némi lime, friss gyömbér, mángold. Kipróbáljuk, hogy mit lehet vele kezdeni. Fűszerek a kedvenceimtől, a finom fűszerektől. Csinálok egy koktélt, és a koktéllal együtt fogom megcsinálni. Mármint, hogy megiszom a koktélt, és utána fogom megcsinálni a kaját is, mert főzni lehet jó hangulatban is, meg rosszban is, és én jóban akarok, úgyhogy koktél, whisky koktél, Jamesonnal. Egészségetekre! Mi kell hozzá? Ez most tényleg egy ilyen habara lesz. Steak, mert hogy tényleg abból dolgozok, és semmi másból, mint amit itthon találtam, mert amit impulzívan bevásároltam. De van itthon steak egy szelet, úgyhogy fogom, és ezt finoman, disztingváltan, nem túl bőrére eresztve, legalábbis időben, 2-2 perc alatt oldalanként készre sütöm, amennyire számomra kész az kész. Majd utána szépen hagyom pihentetni, be fogom fűszerezni is, rabot teszek rá, még pedig egy kicsit csípőset, de fogom, félreteszem, amikor kész van, hagyom, hogy pihenjen, kipihenje magát, visszanyerje a nedvességet, és közben megcsinálok mindent. Öntött van serpenyő, fölforosítjuk egy picit itt a steakünk, és mivel a JD-s együtt dolgozunk most már egy jó ideje, nyilvánvalóan az ő dolgaikat használom, és mert imádom, ezért teszünk rá, és szépen megküldjük rendesen, még pedig minden oldalán jusson bőven, szeretem. Egyébként egy kicsit csípős, de hogy whisky gyömbér után ez nem akkora gáz. Elkezdjük sütni a steakünket. Jaj, de jó illata van, zseni! Mindegy, hagyjuk sülni egy picit, mert most kell. Közben pedig földolgozom a mángoldot és a gombát. Oké, addig, amíg a steak pihen, gyorsan megcsinálom minden mást. Először is földolgozzuk a zöldségeket. Oké, mángold, törzs részét ezt eltávolítom, erre most nincsen szükségem. Magára a levélre, meg a levélszárakra viszont igen, de én külön fogom őket választani, és külön fogom őket kezelni. A levélszárat ilyen nagyon apróra fölvágjuk. Maga a levél része az a spenótra hasonlító történet, viszont azt mondják, és hogy most ez igaz-e vagy sem, azt nem tudom, hogy maga a szár, a levélszár, a törzs rész, az pedig a spárgára hasonlít. Fogalmam nincs, de megpróbáljuk megcsinálni. Leveleket kettényessük, így fogjuk felhasználni, úgyhogy földolgozás. Ezzel meg vagyunk, úgyhogy jöhet a gomba is. Fölvágom ilyen csíkocskákra, vagy valami hasonlóra, és kész. Jó, az alapanyagok megvannak, úgyhogy igazából szerintem már csak a smötyit kell, a létyót, a nem tudom mit megcsinálni, úgyhogy szójaszósz, nem kevés, gyömbér. Közben azért annyit ne csinálunk mindenképpen, hogy a vizet fogom és felteszem forni, már mint a tészta főzővizét, mert hogy nem akarok időt veszíteni, fölteszem, for, és amikor már majdnem készül fel, akkor megcsinálom azt is, készre főzöm. 3 perc. Szóval ez a szobatészta. Hagyd a lisztből, valami olyasmi, amit én nem kóstoltam, de aztán majd meglátjuk, hogy ti igen. Reszelünk. Kell bele némi csípősség, ez mindenképpen. Fogom. Ez megvan. Jó, mehet bele rizsecet is. Chili. Finoman, gyerekek is fognak enni belőle, hülye gyerek. Jöhet bele a méz. Nem is kevés. Szeretjük. Jó, ezzel meg vagyunk, alapvetően előkészültünk. Mi kell még? Bors. Jöhet a szezám. Szépen gyönyörűen megvárjuk, amíg megpirul, megbarnul, aranyszínű nem lesz. Leveszem, pihentetem. Aztán folytatjuk a többivel, és
izomból alá frissítünk egy jó nagy öntött vas. Hát woke-nak kéne, de az ezen nem működik. Szóval az a bajom, hogy tök az indukció, de hogy azért csomó minden nem tudtam előtte, mielőtt elkezdtük ezt használni. Nem baj, nem attól jó. Ezzel készen vagyunk, és fogom, és mindenképpen kiveszem, mert egyébként tovább sülne benne. És gyönyörű színe lett. Mutatom, hogy mi a szín. Ezt. Vissza! Tényleg nincs más dolgom, mint hogy megvárom, még ez fölforr, fölmelegszik, fölízzik, elolvad, és veszünk egy új konyhát. Nem vagyok csípve egy kicsit. Szóval akkor a szőlőmagolaj, ezt csak úgy találtam itt van. És jöhet bele só, egy icipici, mert egyébként nyilván a szójaszósz is sós. Ezt, hogy ki volt? Hát ezt, hogy ki tudtam mondani, ez nagyon durva. Jó. A víz forr, úgyhogy tehetjük is bele a tésztát, a hajdina tésztánkat. Körülbelül ennyi. Fogom. Kész. Elméletileg a szőlőmagolaj addig fog neki egy plusz külön ízt, mert hogy 200 fok fölött sem veszíti el az aromáit. Vagy addig nem, ezt nem tudom megmondani. Mindegy, de sokáig nem, tehát tovább, mint egyébként. És tényleg érződik rajta egy ilyen vörös szőlős illat, és nagyon jó. Soha nem használtam még. Kicsit megfolyasztjuk őket, és imádom. Jó, ez megvan, és innentől kezdve ez a szójaszószos őrület jöhet rá. Asztaj! És kezdjük elforralni. És nagyon kell vigyázni vele, mert iszonyatosan hamar összekapja. És gyakorlatilag kész is vagyunk. És kész, én ezt elzárom. Ez ennyi volt. Na nézzük, itt van egy tésztadarab, ami úgy néz ki megfőzve, hogy így. És kész. Ezt szépen átforgatom az egészet. Ez az édeskés, fűszeres szmötyi, ez érje mindenhol. Jöhet rá a szezámmag. Így pirítva, mert szeretjük. Ezzel is egy picit minimálisan átforgatjuk, de már nem hőkezeljük, mert arra már nincsen szükség. Szóval akkor tálalunk. Mindenből kerüljön rá, zöldségekből, hagymából, szezámból, gombából, mindenből. És amikor ezzel megvagyunk, akkor nem marad más hátra, mint hogy fogom és a gyönyörűséges, legyezőszerűen elhelyezett húsokat egyszerűen fölteszem rá. Tök mindegy, hogyha nem ezt rakjátok bele, amit találtok, borítsatok össze mindent, és nagyjából ezzel a metódussal, nagyjából ezekkel a kencékkel egy olyan íz fog kijönni belőle, amit egyébként szerintem szeretni fogtok, gondolom. De nem vagyok benne egészen biztos, mert hogy nem próbáltam még én sem, úgyhogy most kipróbálom, megnézzük, hogy milyen, készen vagyunk. És szerintem a leggyorsabb forgatásom volt eddig, rohadt gyorsan össze lehetett hozni, nyilván egy olyan ételt, ami vagy létezik, vagy nem, de most itt összedobódott azokból az alapanyagokból, amiket teljesen random összeválogattam, főleg leértékelésük okán, ez most jól elmondtad, de nem az a lényeg, hogy van egy kaja, ami nagyon gyorsan elkészült, és én marha kíváncsi vagyok rá, mert nagyon jó illata van. És a mángolt pedig pont egy olyan alkatrész, ami nagyon ritkán jön velünk szembe, nem szoktuk túlzottan használni, pedig miért is ne? Ismerős ízek vannak benne, ott van a spenót, ott van a spárga, ott van egy csomó olyan dolog, amit egyébként szeretünk, úgyhogy használjuk bátran, hogyha megtaláljuk. Azt gondolom, hogy ez volt az indoka annak is azon túl, hogy le volt értékelve, hogy amikor megláttam a boltban, fogtam, levettem, megvettem, mert kell, mert akarom, mert próbálkozni akarok ismerős, ismeretlen, mert mindenféle ízzel, úgyhogy kóstolunk. Egy pici lime az éppen, hogy csak ilyen ködöt teszünk rá belőle. Imádom. Szóval egy igazi hétköznap délutáni történet lett a végére, és szerintem megérte. Ez nem biztos, hogy ez egy valid recept, de egyébként rohadt finom, tehát hogy igen, csináljátok, kóstoljátok. De hogy nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy játszunk, hogy kísérletezünk. Nyilván vannak a klasszikusok, amik mentén el kell indulni, és ki kell nyomozni, hogy ez hogy készül, hogy kéne készíteni, mi a legjobb elkészítési mód, de ez meg egy játék, egy laza, könnyed rögtönzés, stílusgyakorlat, falusi, ázsiai, és ebbe a keretbe ez tökéletesen beleillik, és imádnivaló, úgyhogy ha tetszett, és akartok még ilyen, meg mindenféle más tartalmat, akkor tartsatok velem, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, találkozunk még, sziasztok!